Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griffsider, a Digitális Legendárium podcastja. Engem Bajer Árpádnak hívnak, mai vendégünk pedig Varga Szabolcs történész újra, akivel második Lajosról beszélgetünk. Szervusz Szabolcs! Szia, sziasztok! Két idézetet küldtél el felütésnek, az egyik az Cserei Mihálytól származik, és így szól, hogy idő előtt született, idő előtt szakállasodott, idő előtt házasodott, és idő előtt lett halott. A másik pedig Szerémi György tollából való, és így szól, hogy gyermekkorától fogva mindig gyakorolta a lányokkal való feszültséget, mert azok a lator udvari emberei inkább rosszra tanították, mint jóra, amit én gyakran láttam. Hát ez nem túl hízelgő. Második Lajos egy gyenge, festett ember volt, akinek nagy szerepe volt a Mohácsi katasztrófában. Jól érzékeljük ezekből az idézetekből? Azt hiszem, ezekben az idézetekben minden benne van, amit ma gondolunk második Lajosról, meggyőződéssel vallunk róla, és így össze is rakjuk a fejünkben, hogy az ő személyes alkalmatlansága, az ő személyes gyengeségei azok, amik a Mohácsi vereség egyik fő okának számítanak, hiszen ha egy Hunyadi Mátyáshoz hasonló királyunk lett volna, akkor minden bizonnyal nem következett volna be a Mohácsi vereség. Tehát egy kicsit így áll össze a mi fejünkben a kép, de ez nem a mi bajunk, vagy a mi felelősségünk, ez nem egy új keletű, ez már hosszú ideje a történelem tankönyvekben így szerepel, sőt, Szép Irodalmak lapjain elég csak Rúdi Gyulára gondolni. Tehát, hogy ez egy hosszú történet, ami így kanonizálódik, és lám-lám, korabeli, majdnem korabeli források is, mintha ezt alátámasztanák, pedig sok forrásunk fönnmarad második Lajosról, és ha megnézzük, hogy mondjuk mit ír róla Brodarics István, aki személyesen ismerte, aki ott van mellette a Mohácsi csatasíkon, aki az ő kancellárja, és tényleg egy hű emberének számít, akkor abból egy alapvetően más kép rajzolódik ki. Ő így ír Lajosról: csinos ifjú volt Lajos, a vele egyívásúaknál nemesebb testalkatú, természetének páratlan jóságával és erényre való kiváló hajlandóságával annyira jeles, hogyha érettebb kort érhet meg, ő benne kétségtelenül messze a legjobb és legkiválóbb fejedelmet tudhattuk volna magunkénak. Jámbor lélek, és a legkevésbé sem vad. Minden igazra, tisztesre, csodamód fogékony, és önmagától hajló, ezen felül fegyverforgatásban, lovaglásban, vadászatban és más efféle ifjonti meg vitézi foglalatosságokban is szorgalmas, őszinte, álhatatos és a rábízott titoknak biztos őrzője. De ha megnézzük, hogy mit mond Vincenzo Guidotto velencei követ, akkor bizony ő is hasonló jellemzést adott a dózsénak Lajosról. Lajos Magyarország felséges királya, nyúlánk kortársainál magasabb, széles vállú, szép testű, igaz, nem olyan szép arcú, de jóságos szemű, orra, ajka és többi arcvonása meglehetősen erős. Jól fejlett, erőteljes, minden fáradtságra alkalmas, kiváló a fegyverhordozásban, az ő sajátos lovagjátékukban, vadászaton is a legjobb, nem fél a hidegtől sem a melegtől, szereti a nyilat, kézíjat, puskát és hasonló dolgokat, melyeket használ is. Sőt, amikor szabad ideje van, gyönyörködik a zenében, főként a zenejátszásban, jó felfogása van, emberséges mindenkivel, mindig vidám, bőkezű, minden tanulmányra alkalmas. És hát lehetne ezt még tovább fokozni, nyelvtudásával kapcsolatban, hiszen magyar, cseh, lengyel, latin és német nyelven is ért, valamint olaszul is néhány szót megtanul, valamint érti az olasz szót, és hát szeret mindenkit, nem tud megharagudni senkire. Akár ilyen forrásokból is össze lehetett volna rakni Lajos jellemrajzát, és akkor valószínűleg ma máshogy emlékeznénk rá, mint ahogy az első két idézetből kialakult. Ha jól sejtem, akkor a korabeli politikai viszonyokban kell keresni annak az okát, hogy miért vannak ugyanarról az emberről olyan források, minthogyha teljesen más emberről szólnának. Hogyha mérlegre tesszük, mielőtt belemegyünk a korabeli politikába Lajos uralkodását, akkor mi látszik belőle, hol milyen helyet foglal elő az uralkodók között?
Hát a források természete azt gondolom olyan, mint akár a mai világunkban, hiszen 40 év múlva nagyon izgalmas lesz végigolvasni mai mondjuk közszereplőkről, hogy milyen ellenkező véleménnyel tudnak megjelenni olyan szövegek, amiket később kortárs forrásként kezelünk. Úgyhogy Lajosnál is legalább annyira fontos, hogy ki és milyen szándékkal írta róla, mennyire akart ezzel hiteles képet festeni, vagy mennyire volt inkább a dezinformálás, vagy valamiféle politikai sakjátszmának a része, hogy ilyen képet fest az uralkodóról, akár pozitív, vagy akár negatív értelemben. Őszintén szólva, Lajosnak a valódi uralkodói mérlege máig nem lett megvonva. Pedig az a 10 év, amit Magyar Királyság élén tölt, az nem olyan kevés. Hiszen második Józsefnek sem adatik meg több, aki pedig rendszeresen szerepel a magyar történelem tankönyvekben, minden esetre mondhatjuk, hogy joggal, de hát nem egy pár hónapig a trónra csöppent fiatalemberről van szó, ha meg azt nézzük, hogy ő az utolsó olyan királyunk, aki itt született Magyarországon. Ha azt nézzük, hogy olyan királyi családba születik bele, ahol tudjuk jól az apát, Jagelló Ulászló, a lengyel királyi családnak a sarja, de hát, ha egy kicsit tovább kutakodunk, akkor ott látjuk Ulászló felmenői között a Habsburgokat, és onnan már csak egy ugrás luxemburgi Zsigmond, tehát, hogy azt is mondhatnánk, hogy nem egy távoli idegenből ide szakadó királyról beszélünk Ulászló, vagy inkább, még inkább Lajos esetében, tehát nem rossz a családnak a pedigréje, és hát mégis egy francia királyi családból származó Candale-i Anna navarrai eredetű grófnő az, aki az édesanyja, aki 1502-ben kerül ide, láthatólag imádják a magyar alattvalói, egy határozott teremtés, egy nagyon szép teremtés, és hát törvényes fiú utóddal ajándékozza meg az uralkodót még annak életében, amire nem is tudom, mikor volt utoljára példa. Hát nagyon vissza kellene menni az időbe, hiszen sem Mátyásnak nem adatik meg, sem Ötödik Lászlónak, sem Habsburg Albertnek, vagy első Ulászlónak. Tehát, hogy így egy várva várt trónörökös, második Lajos, 1506-ban, amikor világra jön. Egy várva várt trónörökös, akinek a születésének a körülményei és elég érdekesek is izgalmasak. Induljunk innen, és aztán majd eljutunk a Mohácsi síkra. Hogyan születik második Lajos? Lajos koraszülöttként érkezik a világra, tényleg nagyon várják, ugye abban a korban még nem lehet tudni, hogy fiú-e vagy lány az érkezendő utód. Sajnos az édesanyja a gyermekágyi lázban pár héttel a születés után meghal, úgyhogy rögtön félárva lesz. A beszámolók szerint nagyon gyenge, kicsin gyermekről van szó a koraszülöttség kapcsán, talán ezért is merülhetett fel vele kapcsolatban az, hogy olyannyira legendás az ő túlélése, hogy a születése után folyamatosan megölt disznókat beleznek ki, és teszik bele a még meleg testbe a gyermeket, hogy mint egy ilyen természetes inkubátorban, hogy túlélje az első heteket. Most ennek a valóság tartalma az több, mint kérdéses, de hát látszik, hogy Lajosnak meg kell küzdenie azért, hogy életben maradjon, miközben az édesapja azért már tudjuk jól, hogy beteg. 1504-ben egy komoly szélhűdés éri, amiből felépül, de hát ha az nem lett volna elég, akkor itt van 1506-ban a gyász, nagyon nehezen heveri ki a feleségének az elvesztését második Ulászló, aki itt marad Annával és az újszülött Lajossal. Nem könnyű ezekben az években a család, és ezen belül a gyermekek élete. Hát innen indul neki Lajos a rövid földi pályafutásának. Az 1504-es és az 1506-os évet említetted a már nem teljesen egészséges Ulászló királlyal, és 1505-ben van egy Rákosi végzés, amiben kimondják, hogy magyar királyt fognak választani a magyar nemesi nemzet. Ez a döntés, ez arra vonatkozik, hogy ha megszületik majd második Lajos, akiről akkor még nem tudják, hogy fiú, akkor majd őt fogják támogatni, vagy mire vonatkozik pontosan ez a döntés? Örülök, hogy felhoztad ezt az 1505-ös úgynevezett Rákosi végzést, amelyik szerepel a legújabb történelem tankönyvben is, mert hogy annyi félreértésre ad okot,
mintha ez már azt jelezné, hogy a magyar rendek mindenképp el akarják űzni a Jagellókat a magyar trónról, és mintha előkészítenék már a terepet Szapolyai Jánosnak, de ez inkább egy ilyen utólagos belemagyarázása az eseményekbe, ugyanis a helyzet az, hogy 1505-ben nem lehet tudni, hogy Ulászló felépül-e a betegségéből, és azt sem lehet még tudni, hogy a királyné várandós. Azonban annyira gyűlölik a Habsburgokat a magyar nemesség köreiben, hogy attól félnek, hogy a meglevő, még Mátyás által megkötött, aztán Ulászló által megerősített örökösödési szerződések alapján a Habsburgok kerülnek trónra Ulászló esetleges halála után, és ezt akarja kiküszöbölni a magyar nemesség, aki tényleg példátlan módon 1505-ben az uralkodó engedélye nélkül gyűlik össze, és hoz egy ilyen végzést, nevezzük ennek, de hát ebből sosem lesz törvény, az uralkodó nem szentesíti, és maga a Habsburg hadjárat, aminek a rémhíre körbejár az országba, elmarad, el sem indul, 1506-ban pedig megszületik Lajos, így az egész kérdés lekerül a napirendről, így nem játszik szerepet a következő 20 év magyar politikai csatározásaiban. Lajos tehát úgy születik meg, hogy édesanyja meghal hamarosan, de édesapja még 10 évig él. Milyen ez a 10 év? Mit kap ekkor Lajos, illetve felépül-e Ulászló király? Lajos királyt uralkodónak nevelik a kor szokásai szerint, tényleg kitűnő nevelők foglalkoznak vele, akik megtanítják arra, hogy hogyan kell majd királyként viselkednie. Az előbb már szó esett arról, hogy tényleg hány nyelven beszél, és maga azok az ismert figurák, akik felbukkannak mellette, mint házi tanító, akár Balbi Jeromos, aki egy itáliai humanista, egy rendkívül világlátott figura, Itáliában tanul, Párizsban már tanít, egy igazi reneszánsz emberről van szó, vagy éppen Jacobus Piso, aki Szászföldről származik, de ő is egy római tanulmány követően tér vissza, Erasmus barátja, és hát egy majdnem Janus Pannonius szintű költőt tisztelhetünk benne. Valószínűleg, amit csak lehet, megtanítottak neki addig, amíg lehetőségük volt rá, tehát mind a király életében, Ulászló életében, ugye ő 1516-ban hal meg, úgyhogy valójában már sosem épül fel teljesen, sőt, az utolsó éveiben elhatalmasodik a betegsége, újabb agyvérzések érik, úgyhogy tényleg rendkívüli erőfeszítésbe kerül neki az ország irányítása, és hát lássuk be, hogy nem tör neki zavargások, trónutódlási probléma 1513-14-15-ben, ugye a Dózsa-féle mozgalmat nem sorolhatjuk ide, sőt a nagybeteg uralkodó még azt is eléri, és ez Ulászló politikai ügyességét mutatja, hogy 1515-ben egy Habsburg-Jagelló örökösödési szerződést tud tető alá hozni, amit a magyar előkelők, a magyar arisztokrácia és a magyar nemesség is elfogad, így aztán zökkenőmentes a trónutódlásnak a kérdése. 1516-ban senki nem kérdőjelezi meg azt, hogy II. Lajos vajon alkalmas-e magyar királynak, és amennyire látjuk a Brodarics-féle jellemzésből, meg a többi kortárs leírásból, tényleg egy felserdülő ifjúról van szó, aki jól működik társaságban, tud tárgyalni, ha nem is világlátott, de tisztában van a körülötte levő eseményekkel, és minden olyan képességnek birtokában van, a zene élvezetétől, a táncoláson keresztül, ami kell egy reneszánsz uralkodónak, hogy ezeket tudja, de ugyanúgy a fegyverforgatásban is, amennyire lehet tudni, kimagasló. Tehát nem egy tunya, egy elgyengült puhány alakként kell Lajost elképzelnünk a trónon az ifjonti éveiben, vagy azt mondhatom egészen a haláláig. Valójában nem tudjuk, hogy II. Lajos milyen uralkodó lehetett volna, ha több időt kap a bizonyításra, de ahol 20 évesen tart 1526-ban képességei alapján, abból az világlik ki, hogy ő lehetett volna egy pozitív vagy jóval sikeresebb király is Magyarország érén, és hát ebbe rondított bele
a Mohácsi csata, illetve az ő halála. Még egy kicsit a királyjá válásának az időszakában maradva, ha 1514, ahogy említetted a Dózsa-féle parasztfelkelést, akkor a Verbészi hármas könyv is ebben az évben születik, ami hát a nemesi jogoknak egy szimbolikus és fontos forrása vagy összegzése. Azt mondtad, hogy nem kérdőjelezi meg senki azt, hogy második Lajos legyen az uralkodó, megkérdőjelezhették volna? Egyre inkább úgy tűnik, hogy nem. Az elmúlt évben megjelent egy nagyon izgalmas szaktanulmány erről a magyar rendiségről, Pálosfalvi Tamás tollából, amiből egyre inkább az rajzolódik ki, hogy ahogy mi rendek és bárói ligák és uralkodó közötti küzdelemként fogjuk fel a magyar, legalábbis késő-középkori magyar történelmet, mondjuk az Anzsúktól kezdve, hogy ez valójában tévút. A királyi hatalom az olyannyira erős Magyarországon, még a leggyengébb királyok esetében is, hogy így a magyar nemesség nem tud létezni, meg a magyar rendiség nem tud létezni királyi hatalom nélkül, és ezt nem is tudjuk megkerülni, hiszen a király az, aki országgyűlést hív össze, a király szentesíti a törvényeket, a király szükséges ahhoz, hogy birtokadományozást lehessen tenni, a király szükséges arra, hogy tisztségekbe lehessen kinevezni, tehát hogy ez egy olyan erős jogi alátámasztottsága a királyi hatalomnak, ami mellett nem mehetünk el szó nélkül, így aztán nem tekinthetjük Lajost, de Ulászlót sem, holmi gyenge árnyékkirálynak vagy bábkirálynak, a korban teljesen megszokott módon viselkednek, nincs kisebb hatalmuk, mint Mátyásnak, lehet, hogy Mátyás ügyesebben taktikázik, valószínűleg egy nagyon jó politikai érzéke van, lehet, hogy ebből kevesebb jutott Lajosnak esetleg, de arról nem beszélhetünk, hogy itt egy hatalom nélküli királyt dobál ide-oda a magyar főnemesi csoportulásoknak az egyike-másika. Ahogy lefestetted második Lajost, az alapján ő egy potenciális mintauralkodó, aki nem tud kiteljesedni. Ha így van, akkor mégis minek köszönhető a negatív helye az emlékezetben? Csak Mohácsnak? Félek, ha így marad, akkor átesek a ló túlsó oldalára. A potenciális mintauralkodó, ezt nem tudjuk, de nem rosszabb az átlagnál, nem rosszabb annál, akire pozitívan emlékezünk. Lehet, hogy ez így a szerencsésebb meghatározás. És Mohács természetesen a főok, illetve az azt megelőző magyar belpolitikai élet, amiről szép számmal maradnak fenn források, különösen mondjuk az 1520-as évek közepe 25-26, amiből tényleg könnyen az látható, hogy egy ilyen belpolitikai anarchia az, ami zajlik, egymással marakodó főnemesek, amiben az uralkodó nem képes rendet tenni. Úgyhogy az, hogy Lajos megítélése ennyire negatív lett, biztosan a törökök elleni vereség belejátszik. A Habsburgokkal való kapcsolat már csak azért is, mert egy Habsburg királylányt, Habsburg Máriát veszi feleségül, és hát 1521-től kezdve Nándorfehérvár elestétől azért ez az ország folyamatosan szorul vissza a déli fronton, a déli határoknál, és erre figyelünk mi leginkább akkor, amikor Lajosról mérleget kell vonnunk. Ugyanakkor van benne olyan, ami mindenképp árnyalásra szorul, ez mondjuk az adóbevételek kapcsán, ha hadd térjek ki rá két mondatban, mert ez is egy visszatérő dolog, hogy amíg Mátyásnál nagyon magasak voltak az adóbevételek, és erős volt a királyi hatalom, meg egy erős hadsereget tudott fenntartani, ugye ezt gondoljuk róla, így beszélünk Mátyásról, addig azért most azt látjuk, hogy ezek az adóbevételek Ulászló és Lajos alatt sem csökkentek érdemben. Nem olyan régen került elő olyan 1520-as évekből készült számadás, amit Cétót Norbert kollégánk publikált is, hogy bizony meglepőek azok a számok. Nem arról van szó, hogy a királyság anyagi lehetőségei elfogytak, mármint a gyenge királyi hatalom miatt, hanem az, hogy hiába van ez a magas bevétel, relatíve magas bevétel, már ez sem elég arra, hogy ezt a folyamatos oszmán nyomást el tudja viselni. Hát megindító olvasni azokat a forrásokat 1526-ból, hogy mennyire nehezen megy a mozgósítás, mennyire nem lehet összeszedni a zsoldra a pénzt,
és miközben az ellenségnek a lehetőségei úgy tűnik, hogy kimeríthetetlenek. Mi tudjuk, hogy második Lajos uralkodása a mohácsi résszel zárul gyakorlatilag, és egy új fejezet nyílik ezzel a magyar történelemben, de a kortársak azt látták, hogy Mátyás meg Hunyadi János viszonylagos sikerrel tudta felvenni a török ellen a harcot. Mi látszik ebből? Egyértelmű már, vagy inkább úgy kérdezem, hogy kiknek egyértelmű, hogy az Oszmán Birodalom a magyar királyság fejére nőtt, vagy hát túlnőtt rajta? Úgy tűnik, hogy sajnos keveseknek esik le a tantusz, hogy mi minden változott Mátyás halála óta, hogy amíg a magyar királyság erőforrásai végeredményben változatlanok maradtak, addig az Oszmán Birodalom szinte megduplázza területét, bevételei hadseregének száma meg sokszorosan felülmúlja immár a magyar királyságét. Tehát nem szerencsés egy 1453 vagy 56-os Oszmán Birodalmat összehasonlítani egy 1520 vagy egy 1526-ban működő Oszmán Birodalommal, és azt gondolom, hogy a magyar elitnek egy része azért érzékelte azt, hogy ez ellen már valahogy nem lehet szembeszállni, nem véletlen, úgy tűnik, hogy a magyar kormányon belül, azt mondom a bárók, az arisztokraták, az előkelők között, azért van egy háború és van egy békepárti vonal is, és bizony a békepárti az, amelyik Hunyadi Mátyás politikájához térne vissza, mert hogy mit csinál Hunyadi Mátyás? Azért a uralkodása utolsó éveiben, nem is olyan rövid időszakban, folyamatosan fegyverszüneteket köt az Oszmán Birodalommal, és ezzel egy relatív békét teremt a déli határvonalon. Ulászló ezzel szakít, láthatólag az 1500-as években teljesen más a magyar politika, és ez az, amit nem bírunk erővel. Valószínűleg az Oszmán Birodalomnak is változik a prioritása, főleg 1520 után, amikor ismét felénk fordul, de 1526-ban például, vagy 25 végén azért felmerül komolyan a királyi udvarban az, hogy valahogy el kell kerülni a közelgő szultáni hadjáratot, békét kell velük kötni, a királyi udvarban raboskodó Csauszt, azaz Oszmán követet valahogy föl kéne használni arra, hogy tető alá lehessen hozni egy ilyen megegyezést, vagy be kell vonni a lengyel királyt ebben. Tehát, hogy vannak ilyen hangok, hogy próbáljon meg kitérni az úthenger elől, csak 1526-ban már nem lehetett, és ott maradunk annyian, amennyien vagyunk, nagyjából ez szinte a maximum, és szembe kell nézni azzal az Oszmán Birodalommal, amelyik jóval erősebb hatalmakat is maga alá gyűrt az elmúlt években. Kívülről látjuk a török fenyegetést, az ország belső állapotára mi a jellemző ebben az időszakban? Van egy kétségbeesett rendteremtési kísérlet, meg valamiféle konszolidálása a pénzügyeknek, meg a határvédelemnek. Ők 1521 után, akkor megérkezik Mária királyné, láthatólag a királyi pár, aztán őszintén szereti egymást, véd- és dacszövetséget is kötnek, tehát együttesen lépnek fel a magyar politika színpadán, és megpróbálják valahogy az ország stabilitását megerősíteni. Ez az egyik dolog, amit látnunk kell, de ezek a reformtörekvések nem mindig sülnek el jól. Például a magyar pénzrontásnak a folyamata, amivel szintén megpróbálkozik Lajos, abszolút visszaüt, ugyanúgy, ahogy a fuggerekkel felmondott szerződés is már rövid távon érezteti azt a hatását, hogy ez egyáltalán nem volt egy jó döntés. Tehát, hogy nem mindig vannak jó lépései a királyi udvarnak, vagy a király körül álló politikai csoportosulásnak, de a szándék az, azt gondolom, hogy vitathatatlanul arra irányul, hogy valahogy államot a lehető legjobb állapotba hozni, hogyha elkerülhetetlenné válik az összecsapás, és a legnagyobb handicap azért, amiről szintén valószínűleg nem Budán tehetnek, hogy nincsen olyan külpolitikai szövetséges, aki hathatósan tudna belépni mellettük ebbe a küzdelembe. Bár a csehek ott vannak, hiszen Lajos cseh király is, Habsburg Ferdinánd főherceg némi támogatást azért 1522-től kezdve folyósít, és a pápaság az, amelyik a legerősebb pénzügyi támogatója a magyar királyságnak az 1520-as években, de ez mind kevés ahhoz, hogy valahogy megpróbálják elkerülni a katasztrófát.
Említetted, hogy nagyon szereti egymást a királyi pár. Ez egy szerelmi házasság Márgya és Lajos között a 16. század elejéről? Bocsánat, elmosolyodtam. Nem, nem ők döntöttek arról, hogy már pedig összekötik az életüket, de ez a normális természetesen ebben a korban. Ezt eldöntötték a szülők, viszont láthatólag onnantól, hogy megtörténik a menyegző, jól működnek együtt, és kialakul közöttük tényleg egy olyan viszony, ez látszik az egymáshoz írt levelekben, meg főleg Máriának a Lajos halála utáni tetteiben, ahogy ápolja a férjének az emlékét, ahogy beszél róla, ahogy megpróbál körülötte egy kultuszt kialakítani. Ezekből az a kép rajzolódik ki, hogy nem így indult, de szerelmi házasság lett belőle. Megérkezünk szépen lassan a Mohácsi síkhoz és a király halálához. Mi történik itt pontosan? Azoknak, akiket érdekel ez a téma, a Mohácsi csatáról egész sorozatuk van, és ott is érintettük már II. Lajosnak a halálát, de most ide kívánkozik, hogyan hal meg pontosan II. Lajos, vagy hát mit lehet tudni róla? Egy icipicit kezdeném csak hátrábról, mert az első kérdés, ami visszatérő vele kapcsolatban, a mit is keres a Mohácsi csatasíkon Lajos? Nem lett volna-e jobb az, ha Budán marad, vagy ha akár egy távolabbi cseh területre menekül? Miért tette ki magát ekkora életveszélynek? Ez felelőtlenség a részéről, vagy egy tudatos vállalás? Most a beszélgetésre készülve azért végigolvastam az ezzel kapcsolatos levelezést, és nagyon megindító látni, hogy Lajos tudatában van annak, hogy mi várhat rá. És azzal is tisztában van, hogy ez egy olyan paradox helyzet, hogyha nem megy, hogy óvja az életét, azzal kudarccal fenyegeti az egész hadjáratot, hiszen a király személye nélkül nem fog összeállni az a sereg, amelyik végül is a Mohácsi csatasíkon felsorakozott. De ha még ott is van, vajon mi történik akkor, ha balul sül el az ütközet, ahogy ez történt is, vajon nem ezzel fenyegeti még inkább akár az egész királyságnak a jövőjét? Láthatólag nagyon komoly viták vannak ezzel kapcsolatban, például Brodarics István kancellár végig amellett érvel, hogy a Lajos ne tegye ki magát ekkora veszélynek, de lehúrogják, gyávának nevezik a királyi tanácsban, és bizony Lajos egyszer a fejükhöz is vágja a jelenlevő előkelőknek, hogy látom, hogy ti a vesztemet akarjátok, jó, legyen úgy, ahogy szeretnétek, közétek megyek, hogy senki ne mondhassa, hogy az én távollétem miatt vonja ki magát a harcból. Így is tesz. Tehát van egy tudatos készülés Lajosban, és azzal is tisztában van, hogy amíg ő a csatatéren van, amíg ő aktív, nem menekül el, nem döntik le a lováról, nem ölik meg, addig van esély egyedül a csatában. Föl is vállalja ezt a szerepet, amennyire a forrásokból kirajzolódik, ott van a testőrsége gyűrűjében, részt vesz a rohamokban, és már sebesültem menekítik ki a legszűkebb testőrségének a tagjai akkor, amikor már minden elveszett, és így vágnak neki az útnak, valószínűleg azon az úton távoznak, igyekeznek minél messzebb kerülni a csatatérről, ahonnan jöttek, amit a legjobban ismertek, ez a Mohácstól Buda felé a mai 56-os, majd 6-os útnak a nyomvonalán, és hát óriási szerencsétlenség az, ami történik a hatalmas esőzés során megáradó Duna melletti cselepatak torkolatnál, ahol többen átjutnak, képesek átúsztatni, Lajos azonban vagy a saját sebesülése, vagy már a lova is megsebesült, de nem, lényeg az, hogy nem érnek át, belefulladnak ebbe a mocsárba, és nem sikerül a holttestét sem magával vinni a kísérőinek. Megjegyzik a helyet, és az egyetlen túlélő cseh szemtanú Úrik Cetric fog beszámolni a király utolsó perceiről Mária királynénak néhány nappal később. Mi történik a holttesttel ezek után, a megindító történet után? Hát a holttest sorsa tele van kérdőjelekkel, pillanatilag abból a rengeteg forrásból, mert bátran kijelenthetjük, hogy Lajos halála az egyik legjobban dokumentált a középkori magyar királyaink közül, hiszen
Sokan vesznek részt a csatában, fontosnak tartják, hogy megemlékezzenek a királyról, de hát a sok forrás nem mindig segít a tisztánlátásban. Látjuk azt, sokszor még napokkal, sőt hetekkel később is arra számítanak sok helyen, hogy a király túlélte a csatát, és valahol éppen bujkál, vagy már éppen új sereget szervez. Nagyon izgalmas az erről szóló híreknek az összegyűjtése, de nem ez történik, hanem igazat mondott a cseh túlélő. 1526. októberében egy kisebb expedíció indul Mária királyné udvarából a Sáfi Ferenc vezetésével a király holttestének a felkutatására, hiszen ez nagyon fontos, mert amíg nincs meg a teljes bizonyosság a király haláláról és sorsáról, illetve nincs eltemetve, addig nem lehet törvényesen új királyt választani, és ennél nagyobb veszély talán nem is leselkedhetne az országra. Úgyhogy visszamegy ez az expedíció, és nem ott találják meg Lajos holttestét, ahol eredetileg maradt, vagy emlékezett rá a kamarása, hanem egy kicsivel arrébb, láthatólag már egyszer valaki megtalálta a testet, nem bántotta, tehát nem az van, hogy kifosztja, meggyalázza, hanem arrébb nagyon egyszerű körülmények között eltemeti, miközben a halál színhelyén ott marad az elpusztult ló, ott maradnak a királynak a fegyverei, és ezt a testet azonosítják már ott helyben, és viszik el Székesfehérvárra, ahol rövid ideig közszemlére vagy ravatalra teszik, majd utána pedig immár Szapolyai János fogja eltemettetni a koronázása előtti napon a székesfehérvári koronázó templomba, és nem merül föl ekkor senkiben, hogy esetleg nem a királyt találták meg. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert ezzel kapcsolatban azért többször fölmerült már az a kétely, hogy vajon egy ilyen holttestet mennyire lehetett több héttel a fulladás után megbízhatóan azonosítani. Ez lehet, hogy jogos egyébként, tehát hogy mi marad ebből a testből, de tény és való, hogy akkor nyilvánvalóan kimondják, hogy Lajos a megtalált személy, és rá egy évre, 1527-ben Lajos nővére és sógora, illetve feleségei Székesfehérváron járnak, felnyitják a sírt, és érdekük is fűződne talán ahhoz, hogy ne Lajos azonosítsák az eltemetetben, hiszen azzal akkor János legitimációja csökkenne, azonban az ő részükről sem merül föl semmilyen ilyen kritika az eltemetett személlyel kapcsolatban. Úgyhogy nagy valószínűséggel valóban Lajos találták meg másodszorra, tehát az első temetés után szállítják el a sírját, és majd csak a 17. század elején a székesfehérvári koronázó templom felrobbanásakor tűnik el végleg Lajos szarkofágja. A Mohácsi csatával és Lajos halálával nagyon sok minden lezárul, és ebből csak az egyik a magyar középkor, aminek a vége legjobb tudomásom szerint leginkább a Mohácsi csatához kapcsolódik. Mi történik Lajos családjával, és mi történik az országgal ezek után? Azt hiszem, az ország sorsát ismerjük. Kettős királyválasztás után egy polgárháború robban ki, és szépen lassan az oszmán birodalom beeszi magát ismételten az ország közepére, míg nem 1541. augusztus 29-én, tehát éppen 15 évvel Lajos halála után végleg megszállja, vagy hosszú időszakra, egészen 1686-ig megszállja a budai királyi palotát és a Magyar Királyság fővárosát. Lajos örökös nélkül, legalábbis törvényes örökös nélkül hal meg. Úgy tűnik, hogy egyébként egy törvénytelen gyermeke, egy fia született, aki még évtizedekkel később is a Habsburg udvartól egy szerény kegydíjon tengődött Pozsony városában, de hát ő nem jöhetett számításban az öröklésnél. Mária pedig, akinek a megözvegyült keze rendkívül kapós lett 1526-ban, maga Szapolyai János is feleségül kérte az özvegyet, következetesen nemet mondott mind Jánosnak, de egyébként testvéreinek, Ferdinándnak, illetve magának 5. Károly német-római császárnak is nemet mondott, amikor újabb házasságra kívánták rábeszélni. Így kerül ő Spanyolországba, vagy a Spanyol Királyság területére, majd Németalföldre hosszú ideig, és lesz egy bölcs kormányzó a Habsburg családon belül egészen a haláláig,
nem házasodik újra, nem születnek gyermekei, ellenben Brüsszelben saját maga körül kialakítja a halott férjének a kultuszát a brüsszeli Szent Mihály és Szent Gudula székesegyházban. Hát olyan ólomüveg ábrázolások születnek az ő intenciói alapján, amin ő maga szerepel a férjével, és bizony ez az egészen az Escorial megépítéséig a Habsburg dinasztia egyik központi jelentőségű szakrális színhelye, egy ikonográfiai, egy dinasztikus reprezentációnak a színtere, amibe II. Lajos így beleépül. Tehát izgalmas arról beszélni, hogy egy Jagelló uralkodó, egy magyar és cseh király hogyan lesz egy oszmánok elleni vértanú szentje a Habsburg családnak, a sógorság, illetve a férjé mi volt okán, és azt is tudjuk, hogy Mária időről időre megfestette Lajos portréját, így folyamatosan öregítve, mintha élne, vagy így vele lenne hosszú élete folyamán. Úgyhogy Lajos kultusza a Habsburg családon belül, különösen özvegye Mária királyné udvarában, egészen annak 1558-ban bekövetkező haláláig él tovább, rendkívül virulens módon. Ez végszónak is nagyon jó lenne, és azt figyelmen kívül hagyva, hogy úgy tűnik, hogy Mária királynét nem zavarta a bal kézről született állítólagos gyereke II. Lajosnak, ha egy ilyen hatalmas és működő gépezet állítja be Lajost pozitív színben, akkor hogyan tud negatív színezetet kapni itthon? Ugye, mikortól lesz Lajos megítélése negatív? Egyrészt van benne azért a 16. századi humanista szerzőknél is, már a Mohácsi csata miatt egyfajta olyan furcsa kettős beszéd vele kapcsolatban. Tehát az nem mondhatjuk, hogy teljes egészében a 19-20. Századnak a terméke lenne Lajos negatív megítélése. Aztán utána tudom, Lajos így kicsit eltűnik, mint személy, és hát ha belegondolunk, hogy mi marad belőle, mondjuk ma mit tudnánk Lajosról elmondani, így a mindennapi találkozás során, hát az, hogy milyen szerencsétlen, hogy egy senki által nem látott cselepatakba is képes 20 évesen belefulladni, tehát hogy lecsupaszodik az ő személye pusztán arra a tetre, hogy hogyan hal meg. És ahogy a Mohácsi csata egyre inkább válik a magyar történelem egyik kiemelt időpontjává, eseményévé, különösen 1849 után, ugyanis ekkor a világosi fegyverletétel, meg a szabadságharc bukása, meg az aradi 13 kivégzése után a Habsburg dinasztia gyűlölté válik a magyar közvélemény szemében, és hát hogyan kerülnek a Habsburgok a trónra? Hát nem elég, hogy Mohácsi csatánál még kikaptunk, nem elég, hogy a királyunk meghal, de még a Habsburgokat is ez a lépés hozta be az ország élére. Úgyhogy ha lehet, tovább rakódik rá Mohácsra ez a negatív hordalék, és ebbe kerül bele Lajosnak a megítélése, illetve van egy folyamatos keresése a magyar aranykornak, hogy mikortól tévesztett utat a magyar népnek, a magyar nemzetnek a sorsa. És hát ha azt mondjuk, hogy Mohácsnál kisiklott, akkor azt valahogy el kellett rontani. Mátyás pedig egy aranykor, akkor nem marad más lehetőség, mint a Jagellók időszakát a hanyatlás idejeként bemutatni, hogy meg tudjuk magyarázni magunknak a magyar történelem elmúlt 500 évét, hogy hogyan jutottunk el idáig. És hát ebbe óhatatlanul Lajosnak, meg Ulászlónak ugyanaz a szerep jut, a gyenge kezű uralkodó, aki alatt szétesik az ország, és nem segít ezen a 20. századi magyar történelem sem, sem az első világháború vége, sem a 19-es események, sem a trianoni diktátum, amikor már immár tényleg egy nagyon nagy narratívát lehet fölépíteni erre a Mohács, világos és trianon vonalra, amiben valahol mindig az okok elrontói között Lajos ott szerepel. És hát ebből nagyon nehéz kitörni. Úgyhogy talán ezért is érdemes róla most így a 21. században beszélni, mert jóval több negatívumot ismerünk róla, vagy sokkal rosszabbakat gondolunk róla, mint amilyen a valójában ő lehetett, és ahogy egyébként a kortársai is megélték az ő 10 éves uralmát.
ahogy kezdtük ezt a beszélgetést, azokból az idézetekből egyre inkább az rajzolódik ki nekem, vagy az a legerősebb, hogy idő előtt halott. Kedves hallgató, köszönjük, hogy végigjutottál ezen a beszélgetésen. Ha ezt valamilyen podcast megosztó oldalon hallgatod, akkor kérjük, hogy értékeld a beszélgetést. Ha pedig máshol, akkor a Digitális Legendáriumot megtalálod Facebookon és YouTube-on. Második Lajosról beszélgettünk. Kedves Szabolcs, akkor ezzel a végszóval van-e, amit még hozzátennél? Nem, köszönöm. Csak annyi, hogy azt hiszem Lajos megérdemli, hogy egy kicsit másként tekintsünk rá. Nem kell aranyszínnel befújni a szobrát, de a történelmi igazság mégiscsak megköveteli, hogy árnyaltabban emlékezzünk rá. Köszönöm szépen. Ez a végszavunk tehát, kedves hallgató, ezt vidd magaddal. Szabolcs, neked megköszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm.